Köszöntöm a Zenedoboz nézőit, hallgatóit. A magyar népzenéről szeretnék ma beszélni. Arról a művészetről, amely talán a legdrágább számunkra. És különösen fontos is kell, hogy legyen, mert a magyar népzene az európai kultúrában szokatlan őstörténetre vezethető vissza. A magyar népzenében még mindig találunk olyan elemeket, amely bizonyosan még az őshazából származik. Természetesen tele van olyan zenével, amelyik sok évszázada őrzünk. Nos, ahhoz, hogy a népzenénkkel, amivel sajnálatos módon egyre ritkábban találkozunk, azért főleg a fiatalabb korosztály számára azért már nem hétköznapi kenyér, főleg a városlakók számára, ahhoz, hogy ezzel kicsit közelebb megismerkedjünk, először egy picit ismerkedjünk meg a magyar népi hangszerekkel. A magyar parasztzene tulajdonképpen megmaradt eredetiségében mai napig is. Ez persze köszönhető annak a reneszánsznak, amivel zenészek sokasága igyekszik ezt a kultúrát életben tartani, és apáról fiúra száradt tradíció, hogy hogyan játszottunk, hogyan játszunk népzenét. Abban a szerencsében van tehát részünk, hogy picit ma még hallhatjuk azt, amit annak idején szerencsénkre Bartók és Kodály az 1900-as évek elején hallott és lejegyzett, így megmaradt számunkra, és talán azt hiszem a mai napokban legalább olyan autentikusan és legalább olyan őszinte lendülettel és élő módon szólal meg, mint talán 100-120 évvel ezelőtt. Azokból a dallamokból, amit most hallottunk, megfigyelhetjük, hogy Bartók Béla, aki el volt bűvölve a magyar népzenétől, milyen zenét alkotott, amelyben igyekezett megőrizni a népdal eredetiségét, egy picit gazdagabb harmóniákkal egészítette ki, és persze összefűzte egy hangversenyteremre alkalmas ciklussá, hogy ezek a miniatűr remekek megszólalhassanak a széles közönség számára is, ne csak a népzenei közegben. A magyar népzenének máig tartó hatását
legjobban talán Kodály Galántai Táncok című művében láthatjuk, ahol Kodály, ráadásul egy külföldi zenekarnak úgy válogatott össze felvidéki gyűjtéséből, hogy abból egy sokszínű, mégis monumentális zenekari alkotás született meg. Érdemes egy részletét úgy meghallgatni ennek a műnek, hogy ismét megmutatjuk azt, hogy mit hallhattunk, vagy mit hallhatott Kodály Zoltán annak idején a felvidéken, és ebből az eredeti népzenéből hogy lesz aztán hangversenymuzsika, miközben jól érezzük, hogy megőrzi azért a népdal minden jellegzetességét, és a népzene hangulata árad ebből a fantasztikus zenekari alkotásból is. Magyar népzene aztán természetesen, mint ihlető, éltető elem van jelen a magyar zenében, mai napig azt kell mondanom. Bartóknál figyelhetjük meg, hogy műveiben egyre kevésbé ismerjük fel a népdalszerűséget, a népzene összes elemét, bizonyos elemei figyelhető meg, néha bizonyos jellegzetességei, mégis szellemében mindig ott érezzük azért a népdalt mögötte, a népzenét mögötte. Egyik utolsó művének végén, a Koncertó című nagy zenekari alkotásában egy pazar körtánc indul el, amelyik egy egyáltalán nem népzeneszerű fanfár gesztussal kezdődik, mégis pillanatok alatt, ha úgy tetszik, egy táncházba érezzük magunkat, mindenki megfogja egymás kezét és egy körtáncot jár, hamisíthatatlan népzenei hangulat, azt sem tudjuk megmondani, hogy itt melyik népzenére gondol, mert hiszen ebben is keveredik, és ettől szép a dolog, hogy a népzene a maga ősiségében, a maga tradíciójával, a maga értékeivel ilyen hihetetlen erejű forrása tud lenni a 20. század zenéjének. Természetesen a népzene iránt elkötelezett alkotók igyekeztek egyfajta beteljesítést is végbevinni a népzenével. Igyekeztek megmutatni, hogy ez a műfaj mi mindenre képes, ez a zenei anyag adott esetben a legnagyobb formák alapanyagául is szolgálhat. Ennek legragyogóbb példája Kodály Székelyfonó című alkotása, amelyik lényegében egy operát akar írni, amelynek története picit laza persze. A megszóló népdalok mindazonáltal pontosan ugyanazt a funkciót töltik be, mint egy operában az áriák, érzelmeket, hangulatokat, szereplőket jelenítenek meg, és persze nem hiányzik ebből a műből sem a sodró erejű tánc, a közösség ereje, mindaz, ami a népzene funkciója volt, és amely reményeink szerint sokáig közöttünk marad, és megteremti bennünk azt az összetartozás érzést, amelyet minden korábbi korszak számára teremtett meg a magyar népzene.